kormány tavaly indította útjára az internetkont, az internetről szóló nemzeti konzultációt. Ez az internetkon egy egyedülálló kezdeményezés volt, jelentős eredmény ugyanis, hogy több tízezren mondták el a véleményüket egy olyan konzultációban, amely most először nélkülözött mindenféle nyomtatott kérdőívet, kizárólag online eszközökkel zajlott. Ez a konzultáció arra is vállalkozott, hogy a több tízezer állampolgári véleményt összhangba hozza a szakmai véleményekkel is, azt gondolom, hogy nagy sikerrel tette ezt. Utólag is köszönet jár mindenkinek, aki kitöltötte a kérdőívet, vagy bármilyen más formában kifejtette a véleményét. A konzultáció eredményei alapján Dajs Tamás miniszterelnöki biztos úr egy javaslatcsomagot tett a kormány asztalára. Ezek közül az egyik legfontosabb, sorrendben is a legelső, az adócsökkentés, az áfa csökkentés volt. Miniszterelnöki biztos úr arra tett javaslatot, hogy az internetezés áfája csökkenjen 27-18%-ra. Ez az elképzelés jól illeszkedik a kormány adócsökkentési terveibe, és a gazdaság jó teljesítménye is lehetővé teszi. Éppen ezért a kormány elfogadta az internetkon alapján született áfa csökkentési javaslatot. Ha az országgyűlési képviselők is elfogadják ezt, akkor az internet hozzáférés áfája 2017-től 18%-ra csökken. Ez jó hír minden internetet használó magyar embernek, fiataloknak és időseknek egyaránt, és jó hír az internetes iparág szereplőinek is, hiszen az adócsökkentés a beruházási és a vállalkozási kedvet is növelheti, emellett javíthatja Magyarország versenyképességét. A 2017-es esztendő egyébként is az adócsökkentésről szól majd, mint ismert. A jövő évtől csökken a legfontosabb élelmiszerek áfája, tovább bővülnek a családi adókedvezmények, adókedvezményt kapnak továbbra is a fiatal házasok, és továbbra is alacsony lesz a személyi jövedelemadó kulcsa. Azt gondoljuk egyébként, hogy a kormány akkor tud jó döntéseket hozni, hogyha rendelkezik a meghallgatás képességével. Az internetkon a meghallgatás egy sikeres fórumának bizonyult, az internetes adócsökkentés is ennek köszönhető. Azt gondoljuk egyébként, hogy a digitális jólét megteremtése az előttünk álló évek egyik legfontosabb feladata lesz. A magyarok számára az internet a szabadság egyik fontos szimbóluma, ezért joggal várják el, hogy az internet érjen el mindenhova, legyen szupergyors, lehetőleg elérhető áron. Azt is joggal várják el, hogy az internet segítse a munkahelyteremtést, és építsen arra a kreativitásra, amelyre joggal vagyunk büszkék mi magyarok. Az internetes adócsökkentés azt gondolom, hogy jól megfelel ezeknek az elvárásoknak. Az adócsökkentés egy fontos lépés, egy első lépés, a magyar internet használók és az IT ágazat képviselői a jövőben is számíthatnak a kormányra, a kormány támogatására. Ahogy ezt államtitkár úr már elmondta, én magam is szeretném aláhúzni, bár ez a kifejezés talán kicsit elkoptatott már politikusoktól, de most mégis indokolt, hogy világossá és egyértelművé válhatott mindenki számára, hogy Magyarország kormánya komolyan veszi a polgárokkal, a választópolgárokkal történő konzultációt, a párbeszédet, az eszmecserét, komolyan veszi, hogy az életünket meghatározó kérdésekben mi a magyar polgároknak az álláspontja. Közös életünk egyik lényeges kérdése, hogy Magyarországon milyen irányt vesz az internet használat fejlődése. Közös életünk egy fontos kérdése, hogy milyen ütemű, milyen irányú Magyarországon a digitális fejlődés, mi a feladata a digitális fejlesztési programokat illetően a kormánynak. Ennek a véleménycserének volt kitüntetett intézménye az internetkon, az internetről és digitális fejlesztésekről folytatott nemzeti konzultáció. Ennek a konzultációnak az eredményeit foglalta össze egy kormányzati programba Magyarország kormánya. Ennek a programnak a neve a Digitális Jólét Program, és ennek a programnak a végrehajtása az, ami a jelen hónapokban, a előttünk álló években megtörténik. Ennek a programnak a részeként hozta meg a kormány azt a döntést, amely döntés irányát a magyar polgárok az internetkon keretében határozták meg. Amennyiben a parlament elfogadja, és joggal bízhatunk abban, hiszen a pártvélemények, kormánypárti és ellenzéki vélemények is támogatóak voltak a kormányzati javaslat megszületését követően, a parlament döntését követően
a kormányzat javaslatának megfelelően 2017. január 1-től Magyarországon történelmileg a legalacsonyabb szintre, 18%-os szintre csökken az internetezés áfája. Mióta a technológia lehetővé teszi, hogy internetezzünk, azóta az internetszolgáltatás igénybevétele után áfát kellett fizetni. Az internetezés áfája Magyarországon az adótörténet eddigi időszakában a legalacsonyabb mértéke ennek 20% volt. Ez alá a mérték alá is csökken az internetezés áfája 2017. január 1-től, amikor is 18% lesz. Engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy az internetkomban a polgárok közel kétharmada foglalt állást amellett, hogy a internet használat könnyebbé tétele érdekében szükség van adócsökkentésre, és ezen belül a polgárok egyértelmű többsége azt mondta, hogy elsőként, első helyen az internet használat, az internetezés áfájának a csökkentésére van szükség. A megkérdezettek, mintegy 33%-a mondta azt, hogy az internetezés áfája csökkenjen, és mintegy 25%-uk mondta azt, hogy fontos lehet az internetes cégek ágazati adójának a csökkentése is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindez azt jelenti, hogy 2017. január 1-től Magyarországon a magyar emberek internet használatának az ára mintegy 8-10%-kal csökken. Előszeretettel meg szokták kérdezni, hogy ez a költségvetés szempontjából milyen következménnyel jár. Könnyen tudunk erre válaszolni, megközelítőleg 13-15 milliárd forinttal kevesebb lesz a költségvetés áfa bevétele, de nem ez a lényeg. 13-15 milliárd forint marad a magyar internetező polgárok zsebében.